De érkeztem, hogy lenekésem az óévet. El kell árulnom rögtön egy kulisszatitkot. A rendezőség, mikor a műsort összeállította, hiszen a műsor elég hosszú, úgy döntött, hogy a konferenciék egy része szellemes lesz, a másik rövid. Sorsot húztunk, és a sors úgy dobta ki, hogy Vadnai László és Kellér Dezső lesznek szellemesek, én rövid leszek. De azt hiszem nem baj, úgy hallom, hogy eddig is nagyon sokat nevettek, nagyon jól szórakoztak, ami nem csekéség, kérem. Nem tudom, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy milyen nehéz az embereket megnevettetni. Nagyon nehéz. De én azt is tudom, kérem, hogy miért. Azért, mert kis gyerekkorunk óta megszoktuk, hogy sírással sokkal többet el lehet intézni, mint nevetéssel. Én még nem hallottam olyasmit, hogy valaki fölment a tanácshoz, és ott kinevetett egy lakást magára. Gondoljanak csak vissza, kérem. Többé-kevésbé minnyáján voltunk csecsemők. Hát ott van rózsás, pufók arccal szép csendben feküdtünk, a kutya nem törődött velünk. De ha elkezdtünk bömbölni, rögtön megnézték, hogy mi van a lelkünk fenekén. Na szóval én bízom abban, hogy továbbra is nagyon jól fogják magukat érezni, hiszen a magyar ember játékos természetű, sőt, minél idősebb, annál jobban szeret játszani. Igazán játszani, kérem, csak a felnőttek szeretnek. A gyerekek inkább dolgozni szeretnek. Fúrnak, faragnak, kalapálnak, szétverik az egész házat, mintha csak a kiktől küldték volna őket, hogy rendet csináljanak. Ezzel szemben a felnőttek alig várják, hogy letegyék a tollat vagy a kalapácsot, rohannak a műhelyből, gyárból, irodából, és elkezdenek játszani. Ki lottózik, ki totózik, ki rabló ultimót játszik, ki lóversenyezik, ki becsönget a micikéhez, szóval mindenki valami szerencsejátékot űz. A magunk játékáról nem is beszélek, kedves közönség. Nem akarok arra utalni, hogy a színésznek, a konferenciának tulajdonképpen nincs szilvesztere. A napokban azt kérdezte tőlem a kisfiam, amikor indultam a Vidám színpadra ide konferálni, hogy azt mondja, hova mész, apa? Mondom, játszani. Azt és tegnap hol voltál? Mondom, hát játszottam. Azt és holnap is játszani fogsz? Mondom, hát természetesen. Azt mondja, nem értem, hát mikor dolgozol fel? Aztán megmagyaráztam neki, hogy mi ezt a játékot nagyon komolyan vesszük. Erre megkérdezte tőlem, hogy miért csinálom tulajdonképpen. Azt válaszoltam neki, amit Mátyás király udvari bolondja, mikor megkérdezték tőle, hogy miért bolond. Azt mondta, mert fizetnek érte. Aki pedig pénzért nem bolond, az bolond. Hát persze nem egészen így van. Ezt csak a vicc kedvéért mondtam. Színésznek, művésznek mégiscsak a legszebb fizetés, a taps, a siker, a nevetés. Nem mondom, a készpénz se árt. De az havonta kétszer van, tapsolni meg minden este lehet. Ne értsenek félre, kérem. Én nem provokálom sem a tapsot, sem a sikert, sem a nevetést. Mint humorista régen önellátásra rendezkedtem be. Én találom ki a vicceimet, én írom meg őket, én mondom el őket, és egyedül én nevetek rajtuk.